Vörös Leventével, a Vitásport és Szabadidő Egyesület technikai vezetőjével beszélgettünk a verseny részleteiről. Kitért a sportág jellegzetességeire, és bemutatta nekünk a fedett pályás és a homokos verzió különbségeit is. A mai versenyt amatőr strandröplabda párosoknak rendezzük, női, férfi, illetve vegyes kategóriákban. Összesen három ilyet rendezünk a nyáron, egyet már Szekszárdon a szekszárdi családbarát strand és élményfürdőn megtartottunk, illetve majd augusztusban is egyet fogunk. Ez most a Domboriban a saját pályáinkon rendezett verseny. Itt is két pályán játszunk, jó hangulat van, jó meccsek, egy kicsit most esett az eső, de talán elállt, és most már ki fog sütni a nap, lehet fürdeni a Hold-Dunában, úgyhogy abszolút egy jó napot kínálunk itt mindenkinek, aki ellátogat hozzánk. Jelenleg két pálya miatt létszámkorlátozásban rendezzük a versenyt, 8-8-8 csapatot engedünk a három kategóriában, úgyhogy most jelenleg a női párosok versenye zajlik 8 csapattal. Itt már vannak, akik visszajárnak, vannak, akik a Vitásport és Szabadidő Egyesület utánpótlásából játszanak az amatőr versenyeken is, illetve az utánpótlás versenyeinken is, úgyhogy elég vegyes a mezőny, fiatalok, kicsit idősebbek, akik szeretik a strandröplabda sportágat, itt megfordulnak. Minden verseny különálló, tehát nincsen összefüggés a versenyeink között, úgyhogy mindig hirdetünk egy győztest, egy második, illetve egy harmadik helyezettet, és természetesen ők érelmi oklevél díjazásban részesülnek. A strandröplabda a teremröplabdának egyfajta alfaja, illetve a röplabdán belül egy kis szelet. Annyi a különbség a teremröplabdához képest, hogy nem 6-6 ellen játszak, hanem 2-2 ellen, illetve a pálya is 9x9 méteres térfél helyett csak 8x8 méteres, így valamennyivel kisebb, a hálómagasság az ugyanaz, férfi és női, viszont ugye a talaj teljesen más, tehát a játék dinamikája azért változik, az ütemeket, ahogy számolják a játékosok, elég eltérő. Úgyhogy főként nyáron játsszák a strandröplabdát, de már Magyarországon is elterjedt, hogy télen, sátorban rendeznek versenyeket, és úgy készülnek, illetve edzenek azok is, akik kifejezetten strandröplabdára szakosodnak. Van olyan, aki csak strandröp is, van olyan, aki csak teremröp is, de a legtöbben itt az egyesületen belül ilyen mix emberek vagyunk, tehát mix játékosok, és játszunk itt is, ott is, nyáron inkább a strandon, télen pedig teremben készülünk a terem szezonra is, illetve hát a strand szezonra is természetesen. A csoportversenyei mindig vonzák az érdeklődőket. A kisé csapadékos szeles nyári napon Domboriban is közel teltházzal zajlott le az esemény.